Mik azok az infrastruktúrális és gazdasági szempontból fontos beruházások, amelyek szabadkán valósulnak meg? Ezt szeretném mondani, hogy a gazdasági titkárság része a városfejlesztési iroda, és a városfejlesztési irodán keresztül pályázunk, és pályázatokon keresztül valósítsuk meg ezeket a beruházásokat. Számos vizetékhálózat bővítést valósítottunk meg, illetve kanalizációs hálózat fejlesztést az elmúlt időszakban, illetve IPA projektekre is pályáztunk, sikeresen pályáztunk. Ezekből a fejlesztésekből elsorba szerettük volna a kültelepüléseinken fejleszteni a, a kommunális, kommunális, hálózatainkat. Vizetékhálózatot hálózatot fejlesztettünk például Noszán két fázisban. Az első fázist tavaly befejeztük, a második fázis befejezése pedig már meg fog történni, azt gondolom, a következő hetekben. Több millió dinárt szántunk ezekre a beruházásokra. Noszai vizeték beruházására az idei évben 13 millió dinárból valósítottuk meg. Ennek felét a tartományi mezőgazdasági és vízgazdálkodási titkárság biztosította, a másik felét, illetve az adót, az pedig a szabadkai önkormányzat. Maketesen is fejlesztettük a vizetékhálózatot. hálózatot, itt két fázisban szintén fejlesztettünk, a tavaly fejeztük be az első fázist egy két kilométer hosszan, 8,7 millió dinár értékben, az ide évben pedig másfél kilométert fejlesztettünk, 10 millió dinár értékben. De folyamatban van egy klórozó és nyomásnövelő épületnek a megépítése is. Erre azért van szükség, mert nyári időszakban, ugye ez egy kertvárosi település, ahol öntözést végeznek a polgárok, ezért a nyomás lecsökken, illetve a klóra meleg elveszik, és itt a Majsi úton ki fogunk építeni egy ilyen épületet, erre is sikeresen pályáztunk az idei évben, hamarosan meg fogjuk indítani a közbeszerzést, és ha minden igaz, az idei évben még elkezdjük a kivitelezést. Nagyon fontos, hogy itt nem csak maghetest fogjuk, maghetesi vízminőséget fogjuk javítani, hanem a vasutas települését is. Emellett számos IPA projektünk is fut, nagyon fontos számunkra a kerékpárutnak a képítés ez ugye Palicsi és Hajdujárás között, királyhalom között. Így van, két részből valósul meg, az IPA támogatásból királyhalmon építünk kerékpárutat, illetve, illetve Kelebián, Tompa felé. Ez körülbelül 8 km kerékpárút, 5 kilométert építünk ki Királyhalmon, illetve 3 kilométert fogunk kiépíteni Tompán. A közbeszerzési eljárást azt hamarosan év végéig leszeretnénk bonyolít, bonyolítani, és jövő évben pedig a kivitelezést szeretnénk befejezni. Fejezni, október 1 a projektumot, hogyha minden igaz, akkor be fogjuk fejezni. Emellett nagyon fontos szempont volt számunkra, hogy tervezünk is kerékpárutat. Ebben Ennek a projektnek a keretében megközelítőleg 30 km- kerékpárutat fogunk tervezni. Szeged irányába is fogunk tervezni egész a kispiaci bekötőútig, illetve Szabadkán a központi részen is fogunk kerékpárutakat tervezni. Nagyon fontos például, hogy az ipari felé is fogunk kerékpárutat tervezni, ott, ahol még nincsen, úgyhogy szeretnénk összekötni az a teljes település, teljes várost határmenti régióval. Ez azt jelenti, hogy Ásotthalommal, Kelebi a Tompával, illetve Röszke Szeged irányába is szeretnénk majd építeni. Úgyhogy nagyba folynak a, a, az infrastruktúrális beruházások, a jövő évi költségvetés is készülőbe van. Azt jelenti, hogy gazdasági titkárság költségvetésében 70 millió dinárt szántunk önrészre, ami azt jelenti, hogy megközelítőleg 150 millió dinár beruházás, ha minden igaz, meg fog ebből a ö, mi költségvetésünkből ö, valósulni. Azt szeretném elmondani, hogy elsősorban ö, ez a magyar érdekképviseletnek nagyon fontos, ö, és ez, ez mutatja, hogy mennyire lényeges az, hogy minden szinten ott vagyunk, hogy ott vagyunk a köztársaságban, ahol a Pásztor Bálint által vezetett frakció segíti a munkánkat. Nekik köszönhetően kaptunk pénzt egyébként a gazdasági minisztériumtól, ami alapján most Palicson ugye épül a kerékpárút, illetve a Szutyeszka utcát is kiaszfaltoztuk. Ezek olyan beruházások, amelyekkel már évtizedek óta adósak vagyunk a lakosok felé azért, mert egyrészt ugye közlekedés biztonsági okokból, illetve környezet védelem, egészségügyi és más uh, okokból ezeket a beruházásokat uh, tudjuk majd, uh, tudjuk majd kihasználni. Említetted az előbb egy pillanat erejéig az ipari parkot, illetve hát a Vámszabad övezetről beszélünk, a Kisbajmoki Vámszabad övezetről. Gondolom, hogy ez a legkedvezőbb helyszín a beruházók számára. Mit tud Szabadka ajánlani jelenleg a külföldi és a nem külföldi beruházóknak? A Vámszabad övezetről el kell mondanunk, hogy az utóbbi időben ott is uh, uh, rengeteg uh, infrastruktúra és beruházást valósítottunk meg. Jelenleg több mint 5000 foglalkoztatott dolgozik a Vámszabad övezetben, 50 hektáron dolgozik jelenleg a Vámszabad övezet. Ezt szeretnénk most a közeljövőben bővíteni 40-50 hektárral. Most van, tehát az urbanista tervet, azt most dolgoztuk ki, és ez alapján lesz egy közvita, körülbelül egy fél év múlva már lehetőség lesz arra, hogy nagyobb új befektető és is ide jöjjönek, és egy komplett infrastruktúrálisan, infrastruktúrával ellátott zöld területi beruházást megvalósítsanak. Nagyon fontos a szabadkai kisbajmoki vámszabad övezet a számunkra, mert rengeteg szabadkai polgár dolgozik ott, ezért is prioritás az, hogy mindenféle infrastruktúrális beruházást, úgy mint utakat, kanalizációt, vizetik hálózatot ott képít, parkolót, és ezzel is még gazdagabbá tegyük ezt a környezetet, magát az övezetet, hogy minél több és minél komolyabb beruházó jöjjön. Ugyanis az a célunk elsősorban, hogy hogy olyan beruházók érkezzenek szabadkára, akik nem a kétkezi munkát részesítik elsősorban előnyben, hanem a tudás alapú munkát munkára helyezik a hangsúlyt. Na most ezek a gyárak vagy a befektetők munkahelyeket is teremtenek, de az önkormányzat más módon is próbál segíteni, ugye, hogy az emberek munkát találjanak. Például itt van a közmunkaprogram, amiben részt vesz. Ez hogy alakul ez a program? Három pályázatot írtunk ki az idei évben. Az év első felében kidolgoztuk a foglalkoztatási akciótervet. A foglalkoztatási akciótervre összesen 30 millió dinárt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal, közösen biztosítottunk, 15 millió dinárt biztosítottunk mi, illetve 15 millió dinárt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Három pályázatot írtunk ki, az egyik a közmunkaprogram, közmunkaprogramra a 15 millió dinárt, illetve még két programra, az egyik a, az önfoglalkoztatás, startup vállalkozások alakítása keresztül, a másik pedig a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának a támogatása. Mindhárom pályázatunk most már kifutóban van, azt tudom, mondani, hogy sokkal jobbak az eredményeink, mint tavaly. Tavaly például a, az önfoglalkoztatás az az, az, nem volt. Az idei évben kezdtük el ezt a pályázatot is csinálni. 100%-os az eszközeinknek a kihasználása. Több mint 150 ember ezeken a pályázatokon keresztül tudott munkát kapni egy évre, megközelítőleg egy évre. Ugye yeah, a startup vállalkozásokról már szó volt, a kezdő vállalkozásokról. Szabadkán, azt hiszem, hogy Szerbiában még két helyen van Szabadkán kívül. Egy, egy, újfajta központ, regionális Innovációs startup, központ, valami ilyesmi a neve. Tehát mi ez a központ, mit bűben segít majd? Szabadka önkormányzata és a közgazdasági egyetem együttműködése alapján alakult alakul ez meg. 40 millió dinárt kaptunk az illetékes minisztériumtól. Célja az, hogy egy hidat képezzünk az egyetem és a vállalkozók között, azért, hogy elősegítsük az egyetemen keletkezett kutatási eredmények vállalkozói hasznosulását. Tehát egy tudásra épülő vállalkozásfejlesztésünk a cél. Nagyon fontos elmondani, hogy egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahol az oktatás, a kutatás és a projekt megvalósítás hármas egysége megvalósul. Egy modern eszközökkel ellátott épület fog létrejönni, vagyis hogy már van egy épület, amelyet fel fogunk ugye újítani, és inf tehát olyan informatikai eszközök fognak bekerülni, amelyek, amelyek a 21. század kívásainak eleget fognak tenni. A megfelelő infrastrukturális infrastruktúrális háttérnek köszönhetően szakmai rendezvényeket is le fogunk tudni majd itt bonyolítani, és feladata az lesz, hogy biztosítja, hogy biztosítsa a szakember utánpótlást, ugye egyfelől az új kutatási eredményeket a vállalkozások számára történő közvetlen átadásának, illetve a lehetőségének a biztosítása megvalósuljon ennek az intézménynek a keretein belül. És hát az sem másodlagos, hogy itt maradnak a szakembereink, hogyha megfelelő feltételeket biztosítunk nekik. Hol lesz ez az épület? Ez az épület a közgazdasági egyetemnek szembe lesz. Régen ezt úgy hívták, hogy institút, ezt az épületet, és ezt fogjuk most ebből a pénzből helyrehozni és ellátni a megfelelő eszközökkel.